Alaposan átalakított kerettel vágott neki az őszi szezonnak a kisvárdai futballcsapat, amelytől nyáron 13 játékos távozott, helyükre pedig 10-en érkeztek a kezdés előtt. Hivatalosan az első 8 hely valamelyikének megszerzését tűzte ki a klub vezetése, de a szurkolók jobb szereplést vártak az előző bajnokságban 4. helyen végző kedvencektől. A szezon elején szerda-szombat ritmusban játszottak a csapatok, és a Kisvárda az augusztusi 7 meccset követően az 5. helyen állt a tabellán. A folytatásban sorra jöttek a győzelmek, amelyek eredményeként a 12. fordulót követően az élre állt Révész Attila együttese. 2 fordulóval az őszi zárás előtt még másodikok voltak Gosztonyiék, a Balmazújváros és a Budaörs elleni hazai vereség viszont azt jelentette, hogy 10 győzelemmel, 5 döntetlennel és 5 vereséggel az 5. helyen tele az egész mezőnyben a legjobb idegenbeli mutatóval rendelkező Kisvárda. Az utolsó 2 meccs volt a szezonnak a legfájóbb pillanata. A Balmazújváros ellen még azt mondom, hogy bele is fél, nagyon jól játszottunk, rengeteg lehetőséget alakítottunk ki, sőt, 10 emberrel is többek voltunk, ennek ellenére fájdalmas vereséget szenvedtünk, és talán ennek hatására is, illetve a hosszú szezon következményeként a Budaörs ellen már korán sem volt olyan koncentrált a csapat. Próbáltunk egész héten mindent megtenni, hogy ne legyen leülve a társaság, ezek szerint nem sikerült. És az a 3-1-es pofon teljes mértékben kihatott az egész szezonra, mert egyébként egy nagyon szép 2016-os évünk lett volna, ha ez a meccs a naptárból kikerülne. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy ennek is segíteni kell a későbbi fejlődésünket. A klubunknak azért úgy gondolom, most már van egy olyan alapja, amelyre lehet építkezni, és a további célokat azért ennek az évnek az ismereti alapján fogjuk meghatározni. A csapat középpályása, Fodor András is sajnálja a bajnokság végén elveszett pontokat, de reményei szerint tavasszal pótolni tudják majd azokat. Nagyon hosszú volt ez a szezon. Mindenkinek, vezetőségnek, csapatból szerintem mindenkinek nagyon fárasztó volt. A végét egy kicsit elszúrtuk. De ebből nincsen tragédia, hiszen 4 pontra vagyunk az első helytől, tavasszal megpróbáljuk majd ezt a 4 pontot ledolgozni és a feljutásért harcolni. Voltak jobb meccseink, rosszabb meccseink, a Balmazit azt tényleg nekünk azt nagyon meg kellett volna nyerni a helyzetek alapján, de a Budaörsi az utolsó, az nagyon fájó számunkra, hiszen azt mindenképpen szerettük volna megnyerni. Így alakult, aztán majd tavasszal javítunk. A kisvárdai csapat január 9-én kezdi el a felkészülést. A programban 9 edzőmeccs szerepel, amelyek közül 4-et a január 26-ától február 4-ig tartó törökországi edzőtáborban játszanak majd le rajciék.